Közel 60 éve van jelen Nyíregyházán a Michelin francia gumigyártó cég. A Szabolcsi megye székhelyen szuper sportabroncsokat gyártanak, amelyekre felső kategóriás jellegük miatt nem esett vissza számottevően a kereslet a koronavírus járvány elmúlt hónapjaiban. Nem úgy a teljes abroncspiacon. Európa szerte mintegy felére csökkent a megrendelések száma, ezért Nyíregyházán is csökkenteni kellett a termelést. Áprilisban a korábbi heti 7-ről 5 napos gyártásra álltak át. Folyamataikat munkaszervezési és higiéniai szempontból is átalakították a dolgozók biztonsága érdekében. Előbbi terén a legfontosabb az volt, hogy az emberek a lehető legkevesebbet találkozzanak és érintkezzenek egymással. Amely posztokon ez lehetséges, ott megnöveltük a otthoni munkavégzésnek a lehetőségét. Jelenti azt, hogy oktatásokat ütemeztünk át, megdutáztuk a dolgozók számára biztosított buszoknak a számát, az étkezőknek a rendjét átalakítottuk, általában a napi működést átalakítottuk, és ahol csak lehet ott a digitális eszközöket helyeztük előtérbe. De jelenti ez azt is, hogy a dolgozóinknak adtunk plusz eszközöket arra, hogy tudják a saját munkaposztjukat feltenníteni. Bevezettünk a külső szolgáltatókkal is extra ezt a takarításokat, illetve valamennyi dolgozónk számára fontosan biztosítjuk az orvosi maszkokat a munkavégzés során, és ezt hordják is a dolgozók. Nyíregyházán közel 1300-an dolgoznak a telephelyen és a logisztikai raktárban. Ebben a létszámban nem volt jelentős változás az elmúlt hónapokban. A cél a folytatásban is az, hogy megtartsák munkavállalóikat. Ezt eddig szabadságok kiadásával és az állásidők kifizetésével tudták kezelni. A gyárigazgató elmondása szerint arra számítanak, hogy a termékeik iránti igények újra növekedni kezdenek majd. Ugyanakkor év végéig valószínűleg nem állnak vissza a korábbi termelési szintre. Az év második felében 5-10%-os lehet a visszaesés a járvány előtti időszakhoz képest. Mindeközben a termékfejlesztések és a dolgozók biztonságához, környezetéhez, a hatékonyság javításához kapcsolódó fejlesztések sem álltak le az utóbbi hetekben, ahogy a társadalmi felelősségvállalásból is kivette a részét a cég. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nagyon-nagyon fontos az, hogy a társadalom jól működjön, és valamennyien a társadalom felelős tagjaként együtt kezeljük ezt a helyzetet. Éppen ez a felelős vállalatként nem csak arra figyelünk, hogy mi történik a dolgozónkkal, hanem figyelünk egy picikét a környezetünkre is. És ennek keretén belül az elmúlt hetekben támogattuk azokat a szervezeteket, hogy a legtöbbet tehetik azért, hogy ez a helyzet ez normálisan végül visszatérjen. Úgyhogy az elmúlt hónapban a Nyíregyházi és a Kisvárdai Kórházat, illetve a Vöröskereszt megyeszedetét támogattuk anyagilag. A nyíregyházi gyárban ebben az időszakban textilmaszkokat és fertőtlenítőszereket is gyártottak a cég saját dolgozóinak részére.